A Nyíregyháza Blue Sharks csapata is bekapcsolódik az adventi készülődésbe. Ők is adományokkal készülnek, egy nyíregyházi játéknagykereskedés segítségével beteg gyerekek karácsonyát varázsolják szebbé. Úgy gondoltuk, hogy a Jós András gyerekrehabilitációs osztálya az a terület, ahová talán egy picit kevesebb reflektorfény esik, és megpróbálunk segíteni. Hát, ha tudunk bizonyos játékokkal, a Póni Játék Nagykereskedés felajánlott elég komoly összegben olyan játékokat és labdákat, amikre talán ők tudnak majd figyelni, és tudják majd használni, és bízunk benne, hogy egy picit talán tudunk segíteni mi is abban, hogy az ott lévő gyerekek egy picit jobban érezzék magukat. Bár az év véget ért a cápák számára, még egy különleges mérkőzés vár rájuk, amit az Aqua SE ellen vívnak majd. Az Aqua SE és a nyíregyházi kosárlabda csapat mérkőzését fogjuk megrendezni 29-én a Sóstói úszodában, hogy ezzel is elősegítsük a két klubnak az együttműködését és a hagyományteremtő célzattal is szervezzük. Szeretnénk vidáman és jó hangulatban lezárni ezt az évet. A cápák számára nevükkel ellentétben idegen pályának ígérkezik a medence, de azért nagy várakozással készülnek a meccsre. Nagyon izgalmas, nagyon jól hangzik. Én személy szerint szeretem magam idegen környezetben is kipróbálni. Ugye atlétikában, röplabdapályán, strandröplabdapályán már vettem részt, hát medencében még mérkőzés nem játszottam, maximum csak rehabilitációs jelleggel úsztam, úgyhogy nagyon várom a mérkőzést, szerintem a fiúk is nagyon fogják várni, és szerintem nagyon jól fogunk szórakozni. A cápák december 29-én pénteken este szállnak medencébe Sóstón az Aqua SE ellen.